megalakult a Nemzeti Közösségek Tanácsa Vajdaságban, az elnök a Ruszin Leona Viszlavszki. Holnaptól biztosan sztrájkolnak az oktatásügyben, az iskolák egy része teljesen beszünteti a munkát, a többi intézményben 30 perces órákat tartanak. A topolyai önkormányzat egy-egy terepjárót ajándékozott a dr. Hadzsi János egészségháznak és a rendőrségnek. Szerbiában a harmadik legrosszabb munkanélküliségi mutatót Kishegyes községben jegyzik, a helybéliek 60%-a állástalan. Panziós, hotelasszisztensi és falusi turizmust fejlesztő képzést szervez a Magyar Kanizsai Knesa. Köszöntöm nézőinket, megalakult a Nemzeti Közösségek Tanácsa Vajdaságban. A testület felét szerb, felét pedig más nemzeti közösségekhez tartozó képviselők alkotják. Ez egy olyan bizottság, amelyben meg kellene vitatni minden olyan kérdést, ami a nemzeti közösségeket, itt Vajdaság szerint érinti, problematikus, minden olyan javaslatot, képviselőházi javaslatot vagy rendeletet, amit a tartomány szervei hoznának meg, és amelyik valamilyen módon érinteni a valamelyik kisebbségnek a helyzetét, az kellene, hogy megvitassa, és véleményezési joga van. Tehát nem határozati, csak véleményezési joga. Szerintem sok problémát meg lehet vitatni, ez attól függ, hogy a benne lévő emberek mit akarnak ezzel elérni. Tehát sok személy szerint minden olyan nyitott kérdést, ami még van, ott fel kellene vetni, beszélgetni, valamilyen fajta véleményt, vagy formában véleményt nyilvánítani. A szerb elnöknek nem tehették fel kérdéseiket a magyar képviselők az Európa Tanács közgyűlésén, írja az MT. Strasbourgban Boris Tadic meghallgatására került sor, amelynek során az Európa Tanács képviselői is kérdezhettek. A KDNP képviselője a temerini fiúk kegyelmi ügyéről, a Jobbikos pedig a területi autonómiáról, a magyarság elleni erőszakos cselekmények megfékezéséről, a felelősök felelősségre vonásáról, a délvidékre került háborús menekültek elköltöztetéséről kérdezett volna. Mielőtt azonban a magyar képviselők felszólaltak, az ülést vezető elnök lezárta a vitát időhiányra hivatkozva. Problémásnak nevezte Szerbiát az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. A testület szerint az ország nem megfelelően hajtja végre az emberi jogok Európai Bíróságának ítéleteit. Szerbia mellett Bosznia és Hercegovina, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia került még a problémás kategóriába. 9 ország, többek között Olaszország, Görögország, Románia és Ukrajna még jobban sérti az emberi jogokat, és ezzel megszegi az európai alkotmányt. A legnagyobb problémát a rendőrség erőszakossága, az előzetes letartóztatások hossza, valamint az ítéletek meghozatalának elhúzódása jelenti. Holnaptól biztosan elkezdődik a sztrájk az oktatásügyben. Szabadkán 13 iskola hirdetett teljes munkabeszüntetést, a többi intézményben 30 perces, rövidített órákat tartanak. A 4 nagy pedagógus szakszervezet és a kormány nem tudott megegyezni a béremeléseket illetően, ezért a tanárok holnaptól sztrájkkal tiltakoznak. A szakszervezetek egységesen fizetésemelést követelnek, arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy mennyit. Szabadka lakosait arról kérdeztük, jogosak-e a követelések. Ja, ne haragudjon, itten jobb nem lesz. Őnekük megvan a jó fizetés. Én nyugdíjas vagyok, 2%-ot emeltek. 1 kiló cukor 90 dinár, 1 liter tej 75 dinár. Nem tudom, hogy mi értelme az egésznek, főként azért, mert ugye én negyedikes vagyok, nekem most a legfontosabb az idei évem, és hát nem nagyon örülök neki, de hát ez van. Szerinted elérik a céljukat, kapnak több fizetést? Hát szerintem nem. Svakako koriste decu da bi dobili povećanje plata. To uopšte nije dobro za ovu državu. Pored ove krize i ovi štrajkovi. Trebaju uopšte nastavnici da shvate da nije vreme za štrajk. Én szerintem, amit kérnek, nem érik el, de lehet, hogy valamennyit. Az van a reális. Hogy azért valahol megegyeznének útközben. Zorica Karanović, a szerbiai oktatásügyi szakszervezet szabadkai elnöke szerint a teljes munkabeszüntetés nem megoldás. Ne znam kako sindikat može da zaštiti svoga čoveka ako krši zakon, jer u zakonu nije dozvoljeno generalni štrajk.
A szerbiai oktatásügyben alkalmazottak szakszervezete és a tanügyi dolgozók szakszervezetének uniója, valamint a függetlenség szakszervezet az év végéig 24,5%-os béremelést kér és teljes munkabeszüntetéssel fenyeget. Szerintük a költségvetésben 20 milliárd dinárral kellene megnövelni az oktatásügyre fordított összeget. A szerbiai oktatásügyi szakszervezet tagjai mintegy 18%-os emelést követelnek és 30 perces órákkal sztrájkolnak. Ők a jelenlegi 101 milliárdon felül további 4,3 milliárd dinár elkülönítését kérik a büdzséből. A sztrájk előtt egy nappal még ünnepeltek az iskolákban. Ma van ugyanis Szent Száva, az iskolák védőszentjének napja. A szerbiai tanintézményekben hagyományos ünnepi programot szerveztek. A Szabadkai Jován Mikity általános iskola ünnepi műsorán a hagyományos szavalatok és a szent életét bemutató történetek mellett az intézmény kórusa is fellépett. Sok legenda szól róla, és hogy az apjával alapított Hilandáron egy kolostort. Lemondott a trónról és elment 17 évesen kolostorba vonult Szenthegyre, és akkor, amikor visszat, akkor átoszta a szenthegyi szokásokat, alapított iskolákat. Az iskola hatodikos szerbajkút tanulói vendégül látták a magyar társaikat. A rendhagyó óra keretében a diákok bemutatták, milyen népszokások kapcsolódnak az ünnephez. A kalács is nagyon finom volt, még nem kóstoltam, jó volt. Akkor tanultunk Szent Száváról, hogy az ő életéről. Olyan történetek is elhangzottak Szent Száva életéről, amelyeket a magyar szakirodalomból ismerhetünk. Egy-két hét múlva majd ők jönnek hozzánk egy osztályfőnöki órára, aztán visszahívnak bennünket, és majd közösen játszunk, és ilyen kétnyelvű foglalkozásokat szervezünk, hogy kicsit barátkozzanak. A diákok jól érezték magukat a rendhagyó órán. A Szent Szávához kötődő népszokásokkal sokan most találkoztak először. Már érezhetőek a dohányzást szabályozó törvény pozitív hatásai, hangzott el a közegészségügyi intézet sajtótájékoztatóján. A törvénynek köszönhetően csökkent a dohányosok száma és az eladott dohányáru mennyisége. November 11-e óta kevesebb akut légzőszervi problémás és infarktusos beteget regisztráltak országszerte, mint korábban. Ezt a javulást az orvosok a dohányzást tiltó törvény pozitív hatásának tulajdonítják. További egészségügyi javulásokra is számíthatunk. Ono što u narednom periodu svakako možemo očekivati da dođe do smanjenja malignih bolesti, respiratornih bolesti i naravno kardiovaskularnih bolesti koji se direktno povezuju sa upotrebom duvana. Az illetékesek szerint a törvény betartható, bevezetése óta az országban csupán 10 személyt büntettek meg. Dve trećine našeg stanovništva ima pozitivan stav o tome i podržava praktično ovakvu primjenu zakona. Čak i veliki broj pušača podržava praktično zabranu pušenja na javnim i radnim mestima. Ukoliko nemamo praktično podignutu svest o tome da je i sam duvanski dim štetan, odnosno izložen od duvanskom dimu štetan, mi ne bismo imali pozitivne efekte u primjeni tog zakona, u smislu poštovanja tog zakona. Az országos dohányfüstmentes napon január 31-én a közegészségügyi intézet és a Vöröskereszt dolgozói az egykori centáráruház földszintjén várnak mindenkit, akinek kérdései vannak a leszokással kapcsolatban. A dohányzás káros hatásairól a diákoknak az iskolákban tartanak előadásokat a tanév során. A Topiai Önkormányzat egy-egy használt terepjárót ajándékozott a Dr. Hadzsi János Egészségháznak és a rendőrségnek. A két autó összértéke körülbelül 8000 euró. Az önkormányzat nemrég felújította a gépparkját, és így adódott a lehetőség, hogy elajándékozzák a terepjárókat. Az egészségházaknak főleg télen van nagy szükségük erre a járműre. 18 különböző helyen van rendelőnk, azon kívül több mint 20 településsel rendelkezik a községünk. Szállások vannak még a községünk területén, tehát vannak olyan időszakok, amikor szinte megközelíthetetlenek a betegek. Ez a jármű nagyba hozzá fog ahhoz járulni, hogy ezt a megközelíthetetlenséget azért valahogy kikerüljük és megoldjuk. Az önkormányzat különböző felszerelésekkel rendszeresen támogatja a rendőrség munkáját. A topolyai költségvetésben minden évben előlátunk egy bizonyos összeget, nem nagy összegről van természetesen szó, de ez egy biztonsági alap, amelyből a topolyai rendőrségnek felszerelést is tudunk biztosítani az év folyamán, természetesen az ő igényeik szerint. A rendőrségnek mindig jól jön a támogatás, mivel a belügyminisztérium nem biztosítja kellőképpen a munkájához szükséges infrastruktúrát. Ezt a terepjárót a
az uniformisos részleg fogja használni, valószínűleg, hogy a környező falvakba a járőrszolgálat fogja legtöbbet használni. Az önkormányzat egy számítógépet is ajándékozott a rendőrségnek, és a tervek szerint informatikai felszerelés biztosításával a jövőben főleg az ügyfélszolgálat munkáját segítik majd. Szerbiában a harmadik legrosszabb munkanélküliségi mutatóval Kishegyes község rendelkezik. A foglalkoztatottsági helyzeten a gazdasági válság csak rontott. A munkanélküliség aránya eléri a 60%-ot. Kishegyes községben az elmúlt években több száz munkahely szűnt meg. A megélhetés mindenki számára nagyon nehéz. Különösen azok a családok vannak nehéz helyzetben, ahol senki sem dolgozik. Hát ez óriási probléma. Sokkal több a munkanélküli, mint akik munkaviszonyban vannak. És ez sajnos mindig rosszabb. Önnek van biztos munkahelye? Nincsen. Nincsen, meg a férjemnek se nincsen biztos munkahelye, csak szezon jellegű munka. Számít-e valami javulásra? Hát 10 éven belül nem. Őszintén ezt tudom mondani, mert ez az ország újra helyre tud állni, talpra tud állni, legalább 10 év kell. Kishegyes község a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal közösen kidolgozott egy stratégiát, amely a munkanélküliséget csökkenteni. A megvalósításhoz az önkormányzat és a munkaügyi minisztérium 2-2 millió dinárt biztosít. Támogatják majd az új munkahelyek nyitását, az egyéni vállalkozást és a gyakornoki programot is. A program február vége, március elején kerül majd kiírásra, és hát megközelítőleg terveink szerint egy 20-30 embert tud majd bekapcsolni ebbe a programba, amit ha azt mondjuk, hogy ehhez párhuzamosan megy magának a munkaközvetítőnek is a programja, reméljük, hogy ez legalább egy 100 embert fog összesen magába foglalni. A kishegyesiek abban bíznak, hogy a hamarosan megnyíló ipari parkban is lesz munkalehetőség. Ha minden a tervek szerint alakul, az első beruházó, egy malom, a nyár elején kezdi meg a termelést, és veszi fel az első alkalmazottakat a helybeliek közül. A gazdasági bíróság nem fogadta el a Fidelinka átszervezési programját, amit a résztulajdonosok javasoltak. A csődbíró 15 napot adott egy új program megírására, emellett a vállalat tulajdonosainak 1 millió dinárt kell fizetniük a vagyonbecslésért. Amennyiben ez nem történik meg, az adott határidőn belül a vállalat csődbe megy. Nehézséget jelent viszont, hogy a Fidelinkának mintegy 50 millió eurós tartozása van, valamint az összes vagyonát jelzálog terheli. Az átszervezési programban a hitelfelvételek és a kínlevőségek megfizettetése mellett az is szerepel, hogy a munkát ezen túl a malom, az élesztő, valamint a tésztagyár nevű leányvállalatokon keresztül végeznék. Panziós, hotelasszisztensi és falusi turizmust fejlesztő képzést szervez a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Központ. Az elméleti és gyakorlati részből álló képzés februárban kezdődik és június végéig tart. Panziós falusi vendéglátó képzés az 6 egységből áll, ez a szakmai rész, és ez egy 300 órás képzés. Ez kiegészül egy 120 órás ECDL informatikai képzettséggel, ami szintén Európai Uniós alapokra és akkreditációra alapszik, és így az is az Európai Unióban elismert. Tehát így ez egy teljes 420 órás képzés lesz, melyet a hallgatóknak teljesen ingyenesen tudunk biztosítani, mivel a képzéseket az Európai Unió finanszírozza. Az ECDL számítógép kezelői képzésen egyebek mellett szövegszerkesztéssel és táblázatkezeléssel is megismerkednek a hallgatók. A résztvevők július folyamán az országos képzési jegyzék szerinti vizsgát tesznek Magyarországon. Az OKI szakmai követelménynek alapvető része az, hogy 30%-a az képzéseknek az elmélet és 70%-a gyakorlat. És itt a Magyar Kanizsai Banyával, illetve a mezőgazdasági középiskolával fogunk együttműködni, ahol a szakmai gyakorlatot tudják majd a hallgatók letölteni. A hallgatók a képzés befejezéséről szóló és az OKI oklevél mellett angol nyelvű Europass bizonyítvány kiegészítőt is kapnak, amelyet minden Európai Uniós országban elismernek.
Zentán a Kertek helyi közösség területén továbbra is érvényben van a december végén kihirdetett rendkívüli állapot, nyilatkozta Csizik Károly alpolgármester a mai sajtótájékoztatón. A felszíni elvezető árkok kiásásával a legtöbb helyen sikerült lecsapolni a kritikus vízmennyiséget. Átereszek készítésével, illetve pumpák segítségével kiszivattyúzták a felgyülemlett vizet, a rendkívüli állapotot azonban még nem indokolt feloldani. A lakhatatlanná vagy életveszélyessé vált épületek lakói el kellett hagyniuk otthonaikat. Azoknak, akiknek nem volt hova menniük, a Szociális Védelmi Központ ideiglenes lakásokat ajánlott fel. Az idén télen is sok feladatuk van a Vajdaság Erdői Közvállalat szabadkai alkalmazottainak. A hideg hónapokban is vágják a fát, tisztítják a fiatal erdős területeket és etetik a vadakat. A Szabadka környéki erdőkből 8,5 ezer köbméter fát vágnak ki évente, ezeket a területeket aztán újra is telepítik. A fakitermelés a téli hónapokban is folyamatos. A talaj megkötésére ültetett 4500 hektáron elterülő erdőkben a 46 alkalmazottnak télen is akad bőven feladata. A téli hónapokban főleg a fiatal erdőrészek tisztítása megy, valamint van rendes vágásunk, fekete fenyőt vágunk két helyen is, amik már megértek vágásra, valamint hát erdészeink járják az erdőt és nézik, mert sajnos a téli hónapokban előfordul azért falopás is. Az erdőkben élő nagy és kisvadak, az őzek, a dámszarvasok, a vaddisznók, a nyulak, a rókák és a fálcánok télen rendszeresen látogatják a kialakított etetőket. A vadállomány mintegy 15 tonnál edelt fogyasztott el ezen a télen. Vadászok elsősorban a vadak táplálásával kell, hogy foglalkozzanak, tehát hereszénát, fűszénát, kukoricát hordunk ki a vadaknak. A ritkaságnak számító muflonok miatt sok külföldi vendégvadász érkezik a Szabadka környéki erdőkbe, bár az illetékesek szerint számuk évről évre csökken. A régi fényképezkedési szokásokról, a fotók beállításáról tartott előadást Raffai Judit néprajzkutató Szabadkán a Városi Múzeumban. Az Idők arcai című portré kiállításhoz kapcsolódó beszámolóban arról is szó esett, hogy Szabadkán és környékén az 1800-as évek végén terjedt el a fotózás, kezdetben a nemesi családokban. A környező falvakban az 1920-as években kezdtek fényképezkedni az emberek. Ebből kifolyólag nagyon ki lehet alakítani azt a képet, ugye a fényképen mindig azt próbálják megfogalmazni, vagy olyan formában próbálnak megmutatkozni az emberek, amivel üzennek részben, hogy ilyenek vagyunk, és ez valahol egy üzenet a jövő felé is. A néprajzkutató divat és művelődés történeti szempontból is elemezte a tárlatot. A divat itt úgy kapcsolódik be az egész témához, hogy a portré készítés, az arcképfestésnél is, amikor nem a művészi irányból próbáljuk megközelíteni, hanem akár családtörténet, akár a vizuális kultúra szempontjából, akkor és a fényképnél is nagyon sok olyan divat jelenség volt, ami meghatározta azt, hogy milyen pózban, hogyan fényképezkedtek. Először a merev, például a fénykép esetében a merev testtartás teljesen meghatározó volt. Az előadás során szó esett a festett arcképek és a fotók közti hasonlóságokról is. Kiemelték, hogy kezdetben olyan beállításokban fényképezték az embereket, ahogyan a festményekhez állították be őket. Az Idők arcai nevű tárlat egyébként még mindig megtekinthető a Városi Múzeumban. A Ferencváros 1-0 arányban nyert Szabadkán a Spartakusz Lati Borvoda elleni barátságos labdarúgó mérkőzésen. A meccsen mindkét csapatban az összes nevezett játékos pályára lépett, mivel az eredménynél fontosabb volt a felkészülés a bajnokság folytatására. A meccs két igen kecsegtető Spartakusz helyzettel indult, a 7. percben azonban a budapesti vendégek szerezték meg a vezetést, méghozzá a hazaiak csapatkapitánya Vidák Brátics hibája után. A mérkőzés végéig mindkét együttes előtt adódtak helyzetek, további gól azonban nem született. Egy jó füves pályán tudtunk játszani, mert nálunk ennél azért nagyobb hó van. Ez az egyik. Január 10-e óta edzünk, mind ahogy a helyi csapat is, és most jöttünk meg Erdélyből egy futóedzőtáborból. Ez a második mérkőzésünk. Úgy értékelem, hogy fontos, hogy nem sérült meg egyik csapatból se senki komolyabban.
és úgy gondolom, hogy a játék az a játékosok pillanatnyi állapotának megfelelő volt. A Spartacus legeredményesebb játékosa Vojo Ubiparip Lengyelországba igazolt. A szabadkaiak edzője Lyubomir Risztovszki szerint a gólgyáros helyettesítését még nem oldották meg. Nemamo zamenu za Voju, to će biti veliki problem, ali mi ćemo se s tim boriti i nadam se da ćemo do polaska na pripreme u nedelju obezbediti jednog napadača. Érdekes, hogy mindkét csapat, a Spartacus és a Fradi is a horvátországi Pulába utazik kéthetes edzőtáborba. A bajnokság február utolsó hétvégén folytatódik. A Spartacus jégkoron klubban nem csak a fiatal sportolók aktívak, az öreg fiúk is szívesen űzik a sportot. A hétvégén 6. alkalommal rendezik meg a veterán jégkorong tornát a szabadkai műjégpályán. Már hagyományosan január utolsó hétvégéjén rendezik meg az öreg fiúk hoki tornáját Szabadkán. Az idén rekordszámú csapat vesz részt a versenyen, valamennyi együttes a volt jugoszláv tagállamokból érkezik. 14 csapat részvételével fog lezárulni a torna. Többnyire a volt ország, tehát volt Jugoszláviának a csapatai fognak részt venni. Itt 5 szlovén csapat tudok megemlíteni, és szarajvói, 2 belgrádi és egy újvidéki csapat fog játszani a hazai 3 csapat mellett. Az idén már 2 korosztályban versenyeznek a csapatok, mivel külön indulnak a 30 és 40 év közötti, valamint a 40 évnél idősebb játékosok. Mi mindig azt mondjuk, hogy az eredmény nem számít, de végül is ez nem egészen így van, mert ugye minden volt sportolónak a vériben az, hogy ugye aki évek hosszú folyamán foglalkozott sporttal, hogy győzzön. Hát itt is azért benne van az, hogy jó, együtt vagyunk, meg barátkozunk, meg beszélgetünk a régi szép élményekről, de azért legszebb az, amikor a csapat nyer, és ezek után megyünk ünnepelni. A torna pénteken 14 órakor kezdődik, a döntőket vasárnap délben is 14 órakor rendezik. A nézők számára a belépés ingyenes a torna egész ideje alatt. Következzenek még egyszer a Pannon Híradó legfontosabb hírei egy-egy mondatban. Megalakult a Nemzeti Közösségek Tanácsa Vajdaságban, az elnök a Ruszin Leona Wisławski. Holnaptól biztosan sztrájkolnak az oktatásügyben, az iskolák egy része teljesen beszünteti a munkát, a többi intézményben 30 perces órákat tartanak. A topolyai önkormányzat egy-egy terepjárót ajándékozott a dr. Hadzsi János egészségháznak és a rendőrségnek. Szerbiában a 3. legrosszabb munkanélküliségi mutatót Kishegyes községben jegyzik. A helybéliek 60%-a állástalan. Panziós, hotelasszisztensi és falusi turizmust fejlesztő képzést szervez a Magyar Kanizsai Knesa. A Pro-Kontra című műsorunkban a párhuzamos interjúban csantavéri témákkal foglalkozunk. Ha lemaradtak híreinkről, látogassanak el megújult honlapunkra a www.pannonrtv.com-ra.